Start. Start, elindult a szilveszteri verseny, a belső futama, ez a gazdasági egyetem nyeretlenek versenye, 500 000 forintos hely jackpottal, és az indás követően azt látom, hogy nem volt hibázoló, nagyon szépen együtt ügett az egész társaság, és Zumba az, aki a legjobban kezdett, elmegy vezetni, tehát hármassal Zumba az élen, mögött Ámáru Sakurt látom a második pozícióban, Angelo startja és remekül sikerült, meglepetés Anasztáziával nem mehet el vezetni, Márton Lajos ott van a közép mezőnyben, előtte egyelőre Atomanti, illetve Afrodité, Anasztázia megy egy kicsit kifelé, Apollo az, aki kívülről zárkózik, Angelina Jolie, Zita Giorgio is hiba nélkül kezdett, a sor végén egyelőre Always Winner színét ünnek föl, Alisa Sannal egyetemben 20-25 méteren belül, az egész csapat több mint egy kör, tehát nagyjából 1300 méter van még hátra a nyeretlenek futamából, és Zumba most már társaságot kapott méghozzá Ámáru Sakur személyében, Ámáru Sakur egyese gyorsít, és megpróbálja átvenni most már a vezetést, Angelo jön föl a harmadik helyre, Atomantiem, Anasztáziának van most útja, Apollo is nagyon-nagyon közel van. Egyelőre azonban még nem tud belső spurra beügetni, Ámáru Sakur most azonban, mire ezt kimondom, jár annyival az eddig vezető Zumba előtt, hogy akár le is fog neki tudni csukni, aztán kívülről némi meglepetés a harmadik spurt is felvállalva érkezik Apollo, de hát most nyilvánvalóan egy picikét hátrébb is fog menni. Nagyon jó helyzetben Afrodité jelenleg ott a negyedik, ötödik pozícióban, aki elment mellette az Atomanti, aki pedig mellette üget, az Angelo jelen pillanatban Áron Supa bent üget, ami pedig Apollót illeti, most megpróbál visszajönni a versenybe, miközben a mezőny legvégéről begyújtja a rakétákat Angelina Jolie, és megjelenik most már ott a közép mezőnyben. Zumba csak nem engedte a belső falat, miközben ugye látjuk, hogy Ámáru Sakur pedig hibázott, úgyhogy ő ki fog szállni a további küzdelmekből. Mögöttük ott van egy jó helyzetben még Angelo nagyjából egy 10 méterre, talán megindít egy rohamot ott Atomanti társaságában. Jön a verseny utolsó 400 méterre, Zumba még az éle mögött, Angelo, Atomantiem, Anasztázia, Zita Giorgio jön eléggé könnyen, de már csak egy jó 300 méterre van, hogy utolérje a vezető lovat. Zumba nagyon-nagyon erősnek tűnik. Zumba előnye a befutóra fordulva legalább 10 méteres az üldözőkkel szemben. Afroditét látom hibázni a befutó elején. Középen Anasztázia kezd kibontakozni, Angelo is közel van, Zita Giorgio is a végén még megindulhat. Az utolsó 100 izgalmas lehet, de ez az kellene, hogy Zumba elfáradjon, már pedig Zumba nem fárad el. Hegedű Sándorral Zumba meg fogja nyerni a első futamát és búcsúzik a nyeretlenségétől. Micsoda meglepetés, Zumba mögött Áron Csupa is ott van, de Angelo lesz a második. Zumba, Angelo, Áron Csupa az első három, aztán csak Anasztázia, illetve Angelina Jolie. Hát egy nagyon komoly meglepetéssel indul a nap. Zumba győzelme és Áron Csupa helyezése mindenféleképpen szenzációnak számít.